Az Egyesült Királyságban élő Kathy Gardner beperelte a brit kormányt és a Nemzeti Egészségügyi Szolgálatot, amiért az édesapja elhunyt, valószínűleg koronavírus fertőzés következtében. A férfit előzőleg tesztelés nélkül hazaküldték a kórházból otthoni ápolásra. A járvány kitörése óta hasonló körülmények között 16 ezer ember halt meg az Egyesült Királyságban. Miután az édesapám meghalt, akkor döbbentem rá, hogy a kormány politikájának értelmében nagyon sok embert küldtek haza a kórházakból, akik között nem csak olyanok voltak, akiket nem teszteltek, de olyanok is, akikről egyenesen tudták, hogy fertőzöttek. Hazaküldték őket elvileg biztonságos körülmények közé, mégis nagyon sokan meghaltak, aminek az oka a kormány téves hozzáállása a járvány kezeléshez, mondta Kathy Gardner. A nő ügyvédjének küldött válaszlevélben az alperes védői elutasították ezt, illetve azt is, hogy az ügy közérdekű lenne. Az ügyvéd azt mondja, megkapták a védő ügyvédek válaszát, amelyben nem térnek ki arra, milyen alapon bocsátottak el a brit kórházakból koronavírus tesztelés nélkül embereket. További gond, hogy ezek az emberek még csak nem is kaptak megfelelő dokumentumot arról, minek alapján milyen indokkal küldték őket otthoni ápolásra. Kathy ügyvédi csapata most bizonyítékokkal szeretne előállni a bíróságon annak érdekében, hogy az államot elmarasztaló ítélet szülessen, miszerint az egészségügyi intézményekből jogalap nélkül küldték haza éppen a vírus által leginkább veszélyeztetett embereket, mondta az Euronews helyszíni riportere. Az Euronews erre vonatkozó kérdésére az egészségügyi minisztérium szóvivője azt válaszolta, hogy nem kommentálnak folyamatban lévő ügyeket. Kathy Gardner minden esetre eltökélt, a perre támogatóktól már több mint 60 ezer fontot gyűjtött össze.